Szegedi Tudományegyetem idén is megrendezte a Szegedi Bőrgyógyászati Napokat. A már hagyományosnak tekinthető rendezvény fő témája ebben az évben a lézer alkalmazása lesz, mind a kozmetológiában, mind az alapkutatásban. Arra gondoltunk, hogy talán érdemes lenne ezt a mostani konferenciát kicsit kiterjeszteni. És a lézerek napi gyakorlati alkalmazásán túl, aminek nyilvánvalóan a kozmetológiában, bőrfiatalítási és hasonló dolgokban van a legnagyobb szerepe, de emellett azt gondoltuk, hogy érdemes lenne megmutatni, hogy a lézereket az alapkutatásban mire használjuk. A háromnapos rendezvénynek az STE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika és a Hotel Novotel biztosította a helyszínt. A rangos szakmai esemény vendégei elsősorban az alapkutatásban dolgozó biológusok, bőrgyógyászok és gyakorló orvosok voltak. A napi gyakorlatban dolgozó bőrgyógyász kollégák is jönnek, akik meg azt fogják bemutatni, hogy ők hogyan alkalmazzák a lézereket, mik a legjobb gyakorlatnak a módszerei, hogyan lehet leghatékonyabban, legkevesebb mellékhatással a betegeket kezelni. A konferencián többek között például a tetoválások eltávolításáról is kaphattak a szakemberek naprakész információt. A lézeres gyógyítás és szépítészet azonban a szemproblémáktól a viszerekig is igen sokféle problémára nyújthat viszonylag gyors és eredményes megoldást. Az éreredetű elváltozások kezelésében az a tapasztalatunk, hogy akár egyetlen kezelés is elegendő lehet, ez különösen a seprűvénákra vagy kisebb méretű viszerekre igaz. Általában persze nem egy kezelést szoktunk a betegeknek előre jelezni, hanem többet, inkább legyen kellemesebb tapasztalatuk. Persze olyan betegségeknél, amelyeknél kiújulásra kell számítani, hogy mindenképpen ismétlődő kezelésekre készítjük fel a pácienseket. A lézerkutatások és ezek eredményei Szegeden különösen nagy érdeklődésre tarthatnak számot, hiszen már épül az Európai Jelentőségű Lézerkutatóközpont.